Kedves Ülika néni, kérem engedje meg, hogy Magyarország kormánya, a Karcagvárosi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vezetői és dolgozói nevében tisztelettel és szeretettel köszöntjük 90. születésnapja alkalmából. Hát igazán nagyon meghatódtam, és nagyon szépen köszönöm. Drága Ülika néni, engedje meg, hogy nagyon sok boldog születésnapot kívánjunk ezen a nagyon meleg, de nagyon kerek évfordulón. Isten nektesse sokáig, nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, erőben, egészségben még sokáig közöttünk, ilyen boldogan, vidáman és ilyen fiatalosan, hát legalább 20 évet letagadhatna. Valami fantasztikus, de lehet, hogy 30-at. Isten nektesse sokáig! 1933 sok szempontból sorsfordító esztendő volt a világ történelemben. Nem került ugyanaz újságok címlapjára, filmhíradók sem számoltak be róla, de abban az évben született egy kislány, akit köszöntöttek karcagi otthonába, aki munkahelyei közül a honvédségre emlékszik legszívesebben. A sereg sem feledkezett meg róla, hiszen a Honvédelmi Minisztériumtól emléklapot kapott születésnapja alkalmából. 17 évet. Hát... nagyon szerettem ott dolgozni. Sok szép fiatal ember volt. Hát hogy ne szerettem volna. De aranyosak voltak. Hát, ilyen fiatal emberek. Hát, amit mondtam, kértem, megcsinálták. Aranyosak voltak. Nem durcáskodtak. Meg kellett csinálni, amit mondtam, igyekeztek. Elmentünk gyakorlatra, ott is, az erdőbe is, még ha ketten voltunk is, akkor is egyik elszaladt, de jött vissza már másik, hogy segítsen. Szóval én csak azt mondhatom, hogy a legjobb munkahely a honvédség. Az ünnepelt, bár becsülettel ledolgozott több évtizedet, nem a passzív, láblógatós nyugdíjasok táborát erősíti. Úgy telnek a napjaim, hogy igyekszem lekötni magamat. Dolgozgatok, virágomat locsolgatom, szeretem őket, a papával el vagyunk ketten, és aztán bejön... hozzaviszik, eltelnek a napok. Jó viszonyban vagyok a gyerekekkel, az a szerencse, hogy Erikájék is itt laknak. A lányom Szolnokon lakik, és hát ő van itthon talán a legtöbbet. Ha egy kis szabad ideje van, a kocsiba csapja magát, már itt is van, akkor igyekszik, mama ez, mama az, azt csináljuk, azt csináljuk. Igyekeznek segíteni. Jó gyerekeim vannak. Tanultak és mindig szót fogadtak. Rendes gyerekek voltak mindig. Karcagon is, ahogy a legtöbb magyar településen, külön tisztelet övezi a szépkorúakat. Nem csak a közösség, hanem a hivatalok, intézmények részéről is. Így esett, hogy a születésnapozó családhoz a polgármesteri hivatal képviselői is csatlakoztak. Mint ahogy ott volt a köszöntésen Julika néni, Dunántúlon élő fia. Ő leginkább nagy családi ünnepek idejére tér haza. Lánya viszont Szolnokon él, ő naponta fel tudja keresni a szülői házat. Bár három unokája közül kettő is kozmetikus, az ünnepelt állítja, nem az általa kenceficéknek nevezett kozmetikumoknak köszönhetően tagadhatna le több évet is. Jó a genetika, jó. Nyáron is, mikor még volt kertföld, nagyon jó genetika volt ám az, mert kimentünk reggel, jöttünk az a délbe, délután gyorsan főzi valamit, egy unoka várt az a ült a lépcsőn, mama, gyere, már éhesek vagyunk, hát akkor együnk gyerekek, főzzem, ettünk. A munka teszi az embert. Én mindig szerettem dolgozni. A nagy család összejött a jeles nap alkalmából, amelyen az ünnepelt is kívánhatott. Ugyan nem hármat, csak egyet. Mégpedig azt, hogy még 15 évig legyen szerettei körében. Ha a kívánság teljesül, 2038-ban minden eddiginél nagyobb csokor, minden rekordot megdöntő nagyságú torta, és már dédunokák is várják az ünnepeltet.